Megalakult Borsod-Abaúj-Zemplén megye közgyűlése. A megválasztott 29 tagú képviselőtestületből 28-an voltak jelen, és egyhangulag Báné Gál Boglárkát választották meg elnöknek. A Fidesz-KDNP listájáról 18, a Jobbik-MSZP Momentum Mindenki Magyarországa listájáról 8, a DK listájáról pedig 3 képviselő lett tagja a testületnek. Dr. Áder János köztársasági elnök úr 2019. július 26-án tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13. napjára. Az alakuló közgyűlés első napi rendi pontjában Murányi Zsolt beszélt a választás menetéről, eredményeiről. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi választási bizottság elnöke elmondta, hogy a megyei közgyűlés képviselőinek számát a megye lakosság száma alapján határozták meg. 358 településen 814 szavazókörben adhatták le szavazatukat a választásra jogosultak. A megyei önkormányzati képviselők közül 28-an vették át az alakuló közgyűlésen megbízó levelüket. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Majd közösen mondták el az eskü szövegét. A megyei közgyűlési elnöki tisztségemből eredő feladataimat. A megyei közgyűlés elnökének Báné Gál Boglárkát választották meg a képviselők. Az újonnan megválasztott elnök székfoglaló előadásán köszönetet mondott a képviselőjelölteknek, a települési és területi választási irodák és a megyei önkormányzat dolgozóinak, valamint annak a csaknem 217 ezer választópolgárnak, akik éltek demokratikus jogaikkal, és október 13-án elmentek szavazni. A cél minden újabb politikai választással az, hogy olyan garnitúra rendezkedhessen be, amely felelősséggel, elhivatottsággal, legjobb szándéka és tudása szerint kívánja szolgálni azt a mintegy 650 ezer embert, akik megyénkben élnek. Az elnökasszony elmondta azt is, hogy céljai között szerepel az ipar, a kultúra fejlesztése, a turisztikai kínálat bővítése, a civil és nemzetközi együttműködés további erősítése, a befektetések ösztönzése és a települések fejlesztése. Azt szeretné, ha Borsod-Abaúj-Zemplén megye méltó helyre kerülne a hazai rangsorban, és az ország meghatározó megyei közé tartozna. Borsod megye az elmúlt 5 évben kiemelkedő gazdasági eredményeket ért el. A lemaradott megyék közé tartozott megyénk most már a 11. helyen áll a gazdasági teljesítményét tekintve, ami középmezőnynek számít a megyéket tekintve. Azt gondolom, hogy mind a gazdasági eredményt, az árbevételt, mind pedig a foglalkoztatást illetően kiemelkedő eredmények születtek, amely teljesen beleillik a kormányzat politikájába. Az alakuló közgyűlésen alelnököt választottak és szavaztak a tiszteletdíjakról és az SMS módosításáról is.